rekord kevés megy várható. A tavaszi fagy, az azt követő aszály és a túlzottan csapadékos májusi időjárás mellett a viharok és a jégeső is tizedelte a megy termést. Kerékpár út Vásárosnamény és Kisvalsány között több mint 350 millió forintból folytatódik a Vásárosnaményi kerékpárút hálózat kiépítése. Útfelújítások Nyíregyházán, több helyen szabványosítják a régi buszmegállókat, valamint új buszöblöket is kialakítanak forgalmas útszakaszokon. Várhatóan a tavalyi kiemelkedően magas megytermés fele, az elmúlt évek átlagánál jóval kevesebb gyümölcs lesz leszületelhető Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ez azt jelenti, hogy a várhatóan 50-60 ezer tonnás idei hozam a valaha betakarított egyik legalacsonyabb termés átlag lesz megyénk történetében, melynek egyik legfőbb oka, hogy az elmúlt hetek viharos időjárásának köszönhetően több ezer tonna gyümölcs hullott le a fákról. A megy az alma után a második legfontosabb gyümölcskultúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A szezon előtt már jól látszott, hogy gyenge termés várható. A szüretelés hetében érkező viharok miatt azonban minden idők egyik leggyengébb mennyiségét hozhatja az időjárás miatti terméskiesés. Vili Apáti Ferenc, a Fruitweb alelnöke. Már szezon elején, vagy szezon előtt a prognózisok készítése során látszott, hogy az átlagosnál is gyengébb termésünk lesz. Ezt úgy kell venni, hogy az éves megytermés Magyarországon az 50 és a 100 ezer tonna között ingadozik, a sok éves átlag 70 ezer tonna körül van, és már a szezon kezdete előtt látszott, hogy a tavalyi nagy termésnél 30-40%-kal lesz gyengébb az idei termés, ami a sok éves átlag nál is egy 10-20%-kal alacsonyabb, ez megfelel egy 50-60 ezer tonna közötti termésszintnek, tehát a valaha született megy termés intervallum alján fog kikötni a végleges termés. A szezon előtti időjárási viszontagságok mellett a betakarítási időszakban is súlyos károk érték a termelőket. A legutóbbi viharok és jégesők több ezer tonna megyet ráztak le a fákról, melynek következtében vannak, akik még az 50 ezer tonnás termésmennyiséget is teljesíthetetlennek tartják. Pontos kép erről nincs, kb. 3-4 hét múlva lehet összegezni az adatokat és a megytermés vonatkozásában egy pontosabb becslést adni. A megy az azért más, mint a kajszi és az alma, mert egy 6-7 hetes termék, tehát nagyon rövid a szezonja, és a magyar megytermésnek kb. 5-8%-a jut friss piaci formában a fogyasztók asztalára. A döntő részét, a fennmaradó részét azt befőttként, tehát a konzervipar hasznosítja, kisebb részét pedig a fogyasztóipar használja fel, tehát feldolgozott termékként, vagy fogyasztott megyként, vagy megybe főként találkozunk vele a piacon, és a feldolgozott késztermékek esetében az árak változása, akár emelkedése, akár süllyedése több áttételen keresztül éppen ezért kisebb mértékben fejeződik ki a fogyasztói árakban, mint egy friss gyümölcs esetében. Az alacsonyabb termés és a gyenge kínálat miatt a megy felvásárlói ára így magasabb lett, mint a korábbi években. Azonban Lengyelországban tovább tart a szüreti időszak, így a végső felvásárlói és viszont eladói árakat az ottani mennyiségek és minőség is nagyban befolyásolhatja. Több mint 350 millió forintból folytatódik a Vásárosnaményi kerékpárút hálózat kiépítése. A Kisvalsányban már meglévő 3 km hosszú szakasz 2,2 km-rel bővülve összekapcsolódott a Vásárosnaményi rendszerrel. A fejlesztés célja, hogy a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtésével tovább erősítsék a munkaerő mobilitást. Az elmúlt évek során Vásárosnamény több milliárd forint összértékű beruházásokkal növelte a város infrastruktúrális hátterét. Ennek egyik fontos eleme a kerékpárút hálózat fejlesztése, hiszen a 40 éve városi rangot kapott Vásárosnamény már kétszer nyerte el a kerékpáros barát település címet. Emellett egyre nagyobb szerepet kap a város életében a vízi mellett a kerékpáros turizmus is. A városvezetés eltökélt célja, hogy a fenntartható közlekedés érdekében biciklizésre ösztönözze a lakókat. Ez azért is fontos, mert egy autónyi parkolóban akár 8-10 kerékpár is elfér, így a parkolási gondok is megszűnnének. Ehhez új kerékpártárolókat is kiépítettek. Egy nagyszabású projekt részeként pedig a Kisvarsányban már meglévő 3 kilométeres kerékpárutat most összekapcsolták a Vásárosnaményi rendszerrel. Ez egy 2,2 kilométeres kerékpárút, Vásárosnamény központjától halad Kisvarsány felé, és Kisvarsányhoz kapcsolódik be egy meglévő kerékpárútba.
még garanciális javítások menet közben vannak, addig, ameddig nyilván hivatalosan át nem adjuk, addig is használhatják most már a városlakók, és a környékbeliek, mert itt elsősorban a munkába járás segítése volt a cél, hiszen nagyon sok a bejáró dolgozó arról a területről, Nagyvarsány, Gyüre, Kisvarsány irányából. Ha jól emlékszem, ez 348 millió forintos beruházás volt, egy olyan projekt, amelyre már mindenki várt, de nem állunk le ezzel a rendszerrel. Jelenleg a főtérig tart ez a kerékpárút szakasz, később azonban a beregi hálózatra is szeretnék rákapcsolni. Erre a tervek már elkészültek, jelenleg a megfelelő forrást keresik ezek megvalósításához. Érdemes várni a tankolásra, szerdától olcsóbbak lesznek itthon az üzemanyagok. A holtankoljak.hu információi szerint a benzin átlagára bruttó 6 forinttal kerül majd kevesebbe, a gázolajé pedig 4 forinttal változik. Így mindkét üzemanyag átlagára újra 400 forint alá csökken. A 95-ösé 391 forintra, míg a dízelé 396 forintra literenként. A különböző benzinkutak kijelzői továbbra is jelentősen eltérő számokat mutathatnak. Az árak között akár 50 forintot meghaladó különbség is lehet. Júliusban egyébként eddig csak is drágulás volt tapasztalható. A benzin ára 14, a gázolai 7 forinttal kúszott feljebb a hónap eddigi részében. Több ezren voltak a hétvégén Nyírbogáton, ahol a 15. bogáti forgatag várta a település és a környék lakóit. Szombaton fellépett többek között Bunyós Pityu és Oláh Gergő, de a Magyar Honvédség is kitelepült egy toborzóponttal. Vasárnap a második fogadhajtó, lovasverseny és nyírségi ételek bemutatója várta az érdeklődőket. 2005-ben, amikor átadták az új községházát, az akkori polgármester javaslatára kezdetét vette egy olyan rendezvény sorozat, amely mára a térség egyik meghatározó eseményévé vált. A bogáti forgatagot idén már 15. alkalommal rendezték meg. Az akkor még egynapos rendezvény mára 4 napos fesztivállá nőtte ki magát. Igazából változni nem változott, mert mindig ugyanazt a felhőtlen szórakozást, a kikapcsolódást, a kicsiket és a nagyokat egyaránt megszólítani próbáltuk. Talán az, hogy mindig egy kicsit nagyobbra sikeredik, mindig egy kicsit többen vagyunk évről évre, mikor vége a rendezvények, mindenki megállapítja, hogy ez volt a legjobb, most voltunk a legtöbben, de ez évről évre így van. Az elmúlt 15 évben több mint 60 produkció fordult meg a bogáti forgatag színpadán, köztük a Bikini, az Edda művek vagy a Neoton família. Idén pedig többek között Bunyós Pityu és Oláh Gergő is szórakoztatta az összegyűlteket. Ezek a rendezvények, amelyek szórakoztatnak bennünket, ezek önkormányzati, illetve egyesületi pénzekből vannak. De meg kell, hogy jegyezzem, hogy az egyesületi támogatásokat azt a Fidesz kormány adja, és mi jó célra költjük ezeket. Tudnélik, megpróbálunk egy olyan ütőképes rendezvényt a térségnek lebonyolítani belőle, amivel több ezer ember jól jár. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a bogáti forgatag nem csak a szórakozást jelenti a település számára, egyfajta kitekintés is az ország helyzetét illetően, amelyről mindig jeles politikusok számolnak be a rendezvény ünnepi műsorán. Nyírbogát a délnyírség, keletnyírségnek a központja, a szíve. Mint ahogy látják, körbenézünk, itt több ezer ember fordul meg nap-nap után a bogáti forgatag alatt. Az emberek itt megtapasztalhatják azt, hogy a nemzeti kormányunk milyen módon segíti a vidéket. Megtapasztalhatják azt a fejlődést, amit az elmúlt években ez a térség kapott a különböző létesítményeken keresztül, a sportintézményeken keresztül, illetve a kulturális rendezvények támogatása révén. A rendezvényen utazó vidámpark és kirakodó vásár várta a fesztiválozókat, de a Magyar Honvédség is képviseltette magát egy toborzópont keretében. A 15. bogáti forgatagról hosszabb összeállítást láthatnak a Túra Bakancs című műsorunkban. Az elmúlt években több baleset is történt a 403-as elkerülő Sényő és Nyírtúra közötti szakaszán, ezt a Magyar Közút Nonprofit ZRT körforgalom kiépítésével kerülni el. A hónapokon át tartó felújítás idejére jelzőlámpás forgalom irányítása lehet számítani az útkereszteződésnél, illetve a Sényő felől közlekedő alsóbbrendű utaknál. A munkálatok várhatóan ősz végéig tartanak majd.
Számos helyszínen zajlik útfelújítás, járdaépítés és kerékpárút építés Nyíregyházán. Több helyen szabványosítják a régi buszmegállókat, valamint új buszöblöket is kialakítanak forgalmas útszakaszokon. A munkálatok miatt a közlekedők forgalomkorlátozásra számíthatnak. Megújul és körforgalommal bővül a Korányi Frigyes utca. A kivitelezés a Kosbor utcai körforgalomtól az Eperes utcai kereszteződésig tartó szakasz felújításával kezdődik. Előre láthatólag 3 hétig lesz a belváros felé vezető félpálya lezárva. Ez idő alatt a forgalmat az Eperes utcai kereszteződésnél a szervizútra terelik. Fontos változás, hogy a felújítási munkálatok ideje alatt a szervizút Eperes utcai és Kosbor utcai körforgalom közötti szakaszán egyirányú forgalmi rend lesz érvényben a belváros irányába. A kivitelezés következő szakaszában a másik félpálya lesz korlátozva, megint csak 3 hétig. A belváros felé haladók szintén a szervizúton közlekedhetnek majd. Ezzel egy időben a Rákóczi utcán a buszöblök bontása és építése van folyamatban, ezért a buszöblök előtt a 2 forgalmi sáv átmenetileg 1 sávra szűkül. A munkálatok idején 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani az arra közlekedőknek. A Bethlen Gábor utca a Búza utcától Besenyei térig terjedő szakaszának felújítása is folyamatban van. 360 méteren megújul az útburkolat, 22 méteren járda felújításra, valamint 17 méteren kerékpárút felújításra kerül sor, amely a biciklis forgalmat is korlátozza. Továbbá 2 buszöblöt is átépítenek a szakaszon, és 1 új zebrát is kialakítanak a Búza utcánál. 1 éves lett a Nyíregyházi Állatpark legifjabb fehérkezű gibbonja. Az állatpark tenyészpárja, a svéd állatkertből érkezett nőstény és a magyar származású hím 2007 óta él együtt az Európai Fajmegőrzési Program keretén belül. Frigyük igen szerencsésnek mondható, hiszen szinte minden második esztendőben születik kis gibbon a Majon-szigeten. 1 évvel ezelőtt még csak az éles szemű látogatók fürkészték ki a Nyíregyházi Állatpark aprócska fehérkező gibbonját, szinte egybeolvadt anyjával a csöpség. Azóta szépen felcseperedett, már önállóan játszadozik a pici, habár még időnként visszatér anyjához egy-egy ölelésért. A fehérkező gibbonok monogám párkapcsolatban élnek, és a nőstények 37-es vemhesség után általában 1 kölyköt hoznak a világra, akit 4-7 hónapos korig szoptatnak. A szülőpár napfelkeltekor duettet énekel, jelezve lakó és táplálkozási területük határait. A különleges ének a szárazföldi emlősök talán legfelejthetetlenebb hangjai közé tartozik, amit az állatparkba érkezők a kora reggeli és a déli órákban is hallhatnak. Ráadásul a park látogatói egy különleges gibbon-szigeten tekinthetik meg az örök mozgó családot, ahol csupán egy vizesárok választja el a vendégeket a főemlősöktől. A Nyíregyházi Állatpark fehérkező gibbon családja 2007-ben érkezett hozzánk, a nőstényünk Svédországból, míg a hím állatunk egy magyarországi állatkertből. Igen, sikeres tenyészpárról van szó, hiszen szinte minden második esztendőben születik kis gibbon a Majom-szigeten. Most a jelenlegi kifutójukban nem csak a tenyészpár található meg, de egy 3 éves és a most 1 évet betöltött kis hímivarú állat is. A gibbonok a legakrobatikusabb főemlősök, minden egyes porcikájukkal a fákon való élethez alkalmazkodtak. Karjuk hossza 2-szerese testhosszuknak, s legjellegzetesebb mozgásformájuk az, mikor egyik kezükről a másikra lendülve közlekednek a fákon. Ez a helyváltoztatási mód egyedülálló az állatvilágban, függeszkedve fogásról fogásra haladnak anélkül, hogy a lábukat használnák. A természetben veszélyeztetett állatok. Egykor Dél-Kelet-Ázsia hatalmas trópusi erdőiben éltek Burmától a Maláj félszigeteken át, a Nagy Szundra szigetekig, ám élőhelyük drasztikus csökkenése, az állatkereskedelem és az orvadászat is kiveszi részét eltűnésükben. Az osztrák Daniel Auer nyerte szombaton a V4 Special Series vásároslamény és Nyíregyháza közötti versenyét, megelőzve a magyar Pelikán Jánost és a szlovén Rokkorosecet. Vasárnap a vásároslamény és Ibrány közötti viadalon Pelikán végzett az élen az olasz Stefan Gandin és a cseh Tomás Barta előtt. 2 nap alatt 2 olyan kerékpárversenyt rendeztek a megyében, amelyre korábban még nem volt példa. Szombaton a Vásárosnamény és Nyíregyháza közötti 163,8 km-t,
Vasárnap pedig a vásárosnamény és Ibrány közötti 171,4 km-t tekerték le a bringások. Mivel a versenyeken világranglista pontokat lehet szerezni, a rangos mezőny állt rajthoz 18 ország 19 csapatának közel 120 versenyzője szállt nyerekbe. A kontinentális és klubcsapatok mellett nemzeti válogatott is volt az indulók között. Solymosi János versenyigazgató szerint mindenki elégedett volt a verseny szervezésével és színvonalával. Visszajelzések alapján és az én véleményem szerint is nagyon jól sikerült a verseny mind a két nap. Ugye a Véni Special Series már jelen volt tavaly is megyébe, de mivel jövőre mi világkupára, U19-es világkupa szervezésére kandidáltunk, így folyamatosan emeljük magunk előtt is a színvonalat. És a biztosítás, szervezés, logisztika, illetve minden olyan egyéb kapcsolódó tevékenységbe ugye próbálunk egyre magasabb teljesítmény nyújtani, hogy rákészüljünk erre a jövő évi világkupára. Mivel a versenyzők számos településen áthaladtak, komoly logisztikai háttérre volt szükség a biztonságos lebonyolításhoz. A biztosításban naponta 5-600 ember vett részt, és a szervezés, logisztika, az építések, a étkeztetés, a szállásnak a tevékenységében szintén olyan 2-300 embernek a munkája van, akik gyakorlatilag ezt a hétvégét, illetve az előtte lévő két napot, meg az utána lévő egy napot már szinte ezzel töltötték, hogy ez rendben lezajlódjon. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebbe a két napba hogy ilyen sikeresen lezajlott részt vett. Ugye a jövő évi kandidálás miatt ugye különös figyelem volt erre a két versenyre, mert a versenybíró, akit kandidált, vagy akit leküldött a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség, az most különösen figyelte, hogy alkalmas-e a mostani stáb, meg ugye a versenyigazgatóként az én személyem, és hogy levezényeljen jövőre egy ilyen világkupát. Utána a beszélgetésből az derült ki, hogy gyakorlatilag ilyen nagyon kis, pici, apró hibák voltak a rendezésben, amik nem befolyásolják, úgyhogy azt mondja, hogy nagyon, nagyon meg volt elégedve a munkával. A szombati versenyt az osztrák Daniel Auer nyerte, megelőzve a magyar Pelikán Jánost és a szlovén Rok Koroseset. Vasárnap Pelikán végzett az élen az olasz Stefan Gandin és a cseh Tomás Barta előtt. A magyar kerékpáros 70 világranglista pontot gyűjtött a két nap alatt. Két felkészülési meccset játszott Budapesten a Vasassal a kisvárdai futballcsapat. Az egyik találkozó 2-2-es döntetlennel végződött, a másik mérkőzésen 2-1-re nyert a fővárosi együttes. A kisvárda szombaton szintén Budapesten a Gyirmót ellen tartja a bajnoki főpróbát. Két felvonásos volt a kisvárda szombati fővárosi programja, a két része osztott keret két edzőmeccset játszott a Vasas otthonában. Az első felvonást a hazaiak nyerték 2-1-re, a vendégek részéről Gyüre talált a kapuba. A második találkozóra állított ki erősebb csapatot a Várda, amely 2-2-es döntetlent játszott a nemrég átadott Ilovszki stadionban. A vezetést a Vasas szerezte meg, majd Hugo Szekó és Tisler góljaival fordítottak a vendégek, de bírtalan duplázásával kiegyenlítődött az állás. A kisvárdaiak Újpestől igazolt támadója Tisler Patrik egyre inkább beilleszkedik új csapatába. Mindenféleképpen játszani szerettem volna, most az elmúlt egy évem nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, és nagyon örülök, hogy a kisvárda megkeresett, és a Attilával beszéltünk, és egyből elfogadtam a kisvárdának az ajánlatát, hiszen tényleg nagyon bíznak bennem, és én is szeretném ezt meghálálni. Mindenféleképpen jó benyomás, lejöttem, megnéztem, és tényleg azért nagyon szép a körülmények, tényleg, úgyhogy én úgy gondolom, hogy Kisvárdán lehet eredményeket elérni. Tisler a Kaposvár elleni 3-2-es győzelem alkalmával két gól szerzett, így egyre inkább megfelel a saját maga által támasztott elvárásoknak. Szeretném újra, igen, én is viszont látni azt a régi Tislert, aki vagyok valójában, hiszen sok meccset játszottam NB1-be, sok gólt is rúgtam, és nagyon szeretnék bizonyítani megint, hogy képes vagyok erre. 28 éves leszek most július végén, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a legjobb korban vagyok. A meccs hiány az még van, de szerencsére sok edzőmeccsünk van. Remélem, hogy ez ki fog jönni, és a szezont úgy fogom tudni elkezdeni, hogy gólokkal.
A Kisvárdától egyébként távozik Dileszek Gergely, aki Dorogon folytathatja pályafutását. Érkezett egy új játékos is, a háromszoros román válogatott Claudio Bumba, legutóbb a török Adana Sport csapatában szerepelt. Rendeződni látszik a nyári pihenőről később visszaérkező brazil kapus Felipe sorsa is. A játékos, ügynöke, valamint Révész Attila sportigazgató hatszemközti megbeszélésen tisztázta a történteket, és jelen állás szerint a kapus készen áll a közös folytatásra. A Kisvárda szombaton Budapesten a Gyirmót ellen tartja a bajnoki főpróbát. Most pedig kiradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A júniusi viharok több ezer tonna medgyet ráztak le a fákról országszerte. A szezon előtt is érezhető volt, hogy idén alacsonyabb termés átlag várható, azonban a pesszimistább szakemberek szerint az idei lesz minden idők legrosszabb medgyhozama, amely alig éri majd el az 50 ezer tonnát. Több mint 350 millió forintból folytatódik a vásárosnaményi kerékpárút hálózat építése. A Kisvarsányban már meglévő 3 km hosszú szakasz 2,2 km-rel bővülve összekapcsolódott a vásárosnaményi rendszerrel. A fejlesztés célja, hogy a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtésével tovább erősítsék a munkaerő mobilitást. Számos helyen zajlik útfelújítás, járdaépítés és kerékpárút építés Nyíregyházán. Több helyen szabványosítják a régi busz megállókat, valamint új buszöblöket is kialakítanak forgalmas útszakaszokon. A munkálatok miatt a közlekedők forgalomkorlátozásokra számíthatnak. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták július 22-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn estétől változó mennyiségű, helyenként vastagabb felhőzetre számíthatunk. Az északi szél néhol megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 17 fok körül alakul. Kedden erősen felhős lesz az ég, majd délutántól felszakadozik, csökken a felhőzet és egyre nagyobb területen süt ki a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 28 fok körül alakul. A következő napokban igazi strandidőre készülhetünk, a nappali felmelegedés mértéke északkeleten is erősödik, így a hétvégére már szinte mindenütt 30 fok fölötti csúcsértékek valószínűek. A meleg idő mellett pedig túlnyomóan napos időben bízhatunk, és csupán kevés helyen fordulhat elő egy-egy futózápor.